Gábor vagyok, 2015. július 1-ével kerültem ide három gyülekezet lelkészeként, a Csetényi, az Ilci és a Veszprémi baptista gyülekezetek lelkipásztora vagyok. Feleségemmel és két gyermekemmel jöttem ide, két nagyobb gyermekem otthon maradt, Nógrád megyéből jöttünk egyébként, egy kis faluból. A lelkipásztori szolgálatomat azt 52 évesen most kezdtem el, tehát gyakorlatilag egy friss lelkipásztor vagyok. Az identitásomat tekintve harmadik generációs baptista, ha lehet így mondani. Nagyszüleim, szüleim szintén ebben a hitben nevelkedtek és neveltek minket, tehát ez a környezet, a imaház, az Isten tisztelete, a szolgálatok, ezek mind gyerekkorom és ifjúkoromnak a részei. Ide költöztünk Cseténybe, itt lakunk, mint említettem, a két gyermekemmel, és tulajdonképpen onnan járom be ezt a környezetet. Számomra nagyon fontos volt ez a év, mert egy új, teljesen új életforma, teljesen új hivatás, és most már igazából tényleg ott vagyok, ahol lennem kell, ezt határozottan érzem és tudom. Tulajdonképpen az, hogy így kezdtem el a szolgálatot 52 évesen, hát elég hosszú folyamaton mentem keresztül. A megtérésem az már 21 néhány évvel ezelőtt megtörtént, szolgáltam én más gyülekezetekben is, de igazából, amikor a baptista teológia mesterszakát végeztem, akkor kaptam elhívást a lelkipásztori szolgálatra, és onnantól kezdve igazából céltudatosan, célirányosan már erre a szolgálatra készültem. Lakhelyünktől nem messze Salgótarjánban dolgoztam, ott a civil állásomat mind én, mind a feleségem föladtuk, és így álltunk be ebbe a nagyon szép szolgálatba, ahol hisszük azt, hogy Isten munkáját tudjuk végezni. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok támogatásra, segítségre van szükségünk, elsősorban Isten részéről, másodszorban az emberek és a környezetünk részéről. Köszönöm szépen, és legyen szíves, mondjon egy pár szót arról, hogy mit jelent az baptistának lenni, úgy általában. Igen, ezt sokszor meg szokták kérdezni, hiszen maga a szónak a kiejtése sem olyan egyszerű. Ez egy görög szóból ered tulajdonképpen, aminek a jelentése teljes alámerítés, és a mi egyházunk, mi felekezetünknek a nagyon fontos kritériuma ebből is alakul, hogy a hitvalló keresztséget, a teljes alámerítéssel való keresztséget valljuk. Nyilvánvalóan elsősorban a hit megvallásán van a hangsúly. Tehát amikor már felnő egy gyermek vagy egy ifjú, és felelősséggel tud dönteni arról, hogy ő akarja Jézus Krisztust követni, akarja az Isten útján járni. Mondhatnám úgy is, hogy föl akarja venni ezt a vallást, akkor ő szabad akaratából dönt, és ezt a döntést fejezzük ki a bemerítés szertartásával is. Ez a gyülekezetünkben tulajdonképpen egy nagyon fontos dolog, hiszen a bemerítéssel nagyon sok mindent kifejez az ember. Kifejezi azt, hogy kihez kíván csatlakozni szellemi szinten, Istenhez, Jézus Krisztushoz. Kifejezi azt, hogy ezzel egy közösséghez is, Krisztus földi gyülekezetéhez, Krisztus testéhez akar csatlakozni, és ezzel bizonságot tesz a bemerítés szertartásával, hogy igen, ő ezt vállalja, ő ezt mindenki előtt fölvállalja, és ezzel egy jelzést is ad tulajdonképpen a világ felé, hogy milyen hit van benne, milyen meggyőződés van benne, és hogy szeretné tovább élni az ő életét. A gyülekezetekben nagyon sok helyen, sajnos itt az Ilci kis gyülekezetben
Nincs erre fizikai lehetőség, éppen ezért központi helyet foglal el a bemerítő medence, ami egy jól látható hely, hiszen egy nagy ünnep keretében szoktuk a bemerítés szertartását végezni, pontosan azért, hogy ez a nyilvános vallástétel, ez a nyilvános hitvallás minél nagyobb teret nyerhessen az emberek előtt. Az érszi gyülekezetet úgy nagyjából ismerjük, de azért jó lenne, ha valamit elmesélne róla, elmondaná, hogy mi a legfontosabb, illetve hát milyen célokkal jött ide, mint lelkész az érszi gyülekezetbe. Egy nagyon kedves kis gyülekezetet ismertem meg itt Zircen. 17 bemerített tagja van a gyülekezetnek. Nyilvánvaló nálunk a tagság a bemerítéssel jön létre, és a látogatók azok nem statisztikai tagok, de ugyanúgy a gyülekezet részei, gyülekezetnek a szerves részei, és együtt dicsérjük az Urat, és együtt hallgatjuk, vagy tanulmányozunk Isten igéjét. Ez a kis gyülekezet az idén volt 20 éves. Talán lehetne mondani, hogy 20 év alatt 17 tag. Igen, ez a kérdés jogos lehet. De éppen a ünnepségre való felkészülés jegyében számoltuk meg azt, illetve számolták meg a testvérek azt, hogy igazából ez a gyülekezet több mint 50 fős lenne, hiszen nagyon sokan elszármaztak innen, nagyon sokan elköltöztek más városokba, ahol a helyi gyülekezetekbe épültek be. Tehát mondhatni azt, hogy ez a gyülekezet, mintha egy ilyen kinevelő gyülekezet lenne, ahol az embereket megfogta Isten igéje, megfogta az evangélium üzenete, és ezt az üzenetet magukévá téve mennek tovább az életükben, más helyekre, és ott élik meg a hitéletüket. A gyülekezet összetétele vegyes, fiataloktól idősekig, mindenki van, egy nagyon lelkes kis csapat, és elég tevékenyen részt vesz a város különböző rendezvényein. Itt megemlíteném a nyári angoltáborokat, ahol nagyon sokan szoktak jönni a városból is fiatalok. Ez egy nagyon szép alkalom szokott lenni, Amerikából érkeznek anyanyelvi oktatók. Természetesen itt is az evangéliumnak az átadása egy nagyon fontos szempont. A másik, ami az Írci gyülekezetnek egy nagyon fontos tevékenysége, a úgynevezett lakásotthonokban lévő gyermekek vagy fiatalok felé való szolgálat. Itt kirándulásokra szoktuk elvinni őket, illetve egy-egy alkalommal vendéglátásban és egyéb tevékenységekben szoktunk a segítségükre lenni, próbálunk a magunk szintjén és a törvény adta lehetőségek keretei között valamilyen segítséget nyújtani ezeknek a fiataloknak. Nyilvánvaló a gyülekezet jövőképe az, hogy növekedjen, az, hogy gyarapodjon, az, hogy szaporodjon, de alapvetően mégis az a legfontosabb, hogy szellemben Isten igéjén megerősödve egy erős gyülekezet legyen, és innentől kiindulva lehessen elkezdeni, vagy folytatni a missziós szolgálatot. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az életvitelben egy hiteles Isten képet, Krisztus képet tudjunk az emberek elé élni, hiszen nyilvánvalóan az emberek a cselekedeteinket, a megnyilvánulásainkat, a mindennapi dolgokra való reagálásunkat figyelik, és nagyon kritikus szemmel tudják értékelni egy-egy negatív, nem helyén való megnyilvánulásunkat. Érdekes módon nagyon sokszor tudják, hogy mi az, amit nem volna szabad nekünk tenni. De ez nekünk egy pozitív visszajelzés, ebből mindenképpen tanulnunk kell, és a gyülekezet ezen dolgozik, hogy erősödjön, tanuljon állandóan az hit útján, Isten útján, és bízunk abban, hogy ezt a törekvésünket Isten meg is fogja áldani ebben a városban is.